Gózzáporos meccseket is hozott a labdarúgó megyei első osztály negyedik fordulója. A Rakamaz 6-0-ra verte a gyulaházát, a sényű pedig 5-2-re győzött szakolyban. A Tiszavasvári 3-re bizonyult jobbnak a Baktaló rendházánál, a Nagyhalász Tuzséron nyert 2-0-ra, a Máté Szalka vásárosnamén találkozó 2-0-ás, az Ibrány Fehérgyarnat mérkőzés pedig 1-0-ás hazai győzelemmel zárult. A nyírgyulaj balkány meccs 2 2 döntetlennel végződött. A nagyacsád -e Mándokról vitt el a három pontot 2 0 sikerével, így Ádámszki Robert együttese továbbra is hibátlan a szezonban. Számítottunk a jó rajtra, mert azért úgy készül gondolom minden csapat, hogy nem szeretne befülödni a rajtnál. Hát ennyire azért mi sem számítottunk rá, hogy kapott gól nélkül hozzuk rá a Hát nagyon örülünk neki, hogy ezt a periódus kéne tovább kitolni a tabella élén a nagy Ecsed áll 12 ponttal megelőzve a 10 pontos balkányt. A rakamaznak, a tuzsérnak és a tiszavasvárinak egyaránt 9 pontja van. Őket a két 7 pontos csapat, a Nyígyulaj és a nagyhalász követi. A tabella végén egy ponttal a mándok áll. Az ötödik forduló rangadóján a nagyecsed a tuzsért fogadja. Biztos egy masszív csapat érkezik hozzánk, azt hozzátér, megint ahogy egyedül őket nem tudtuk megverni egyik mérkőzésen sem. Hát van bennünk egy kis bizonyítási vágy, meg most már azért megnőtt a közönségnek is úgy mondta az étvágya, meg nekünk is, hát én remélem, hogy nagyon jó mérkőzésen sikerült ott tartani három pontot. A forduló további párosítása a következő, Vásárosna, mint Tiszavasvári, Magtalórendháza Mándok, Fehérgyarmat Máté Nagyhalász Rakamaz, Gyulaháza Szakoly, Balkány Ibrány és Sényű Nyígyulaj.